You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign, loving kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind. Nőknek, férfiaknak egyaránt a norvégiai olimpiára való, hát ha nem is a legutolsó, mert egy-egy egyéni verseny még lesz közben, de csapat szempontból mégiscsak ez az utolsó nagy erőpróba. A lengyelek nagyon jók, hogyha ilyen élőpont szerinti összehasonlítást nézünk, a nőknél ők az esélyesek, a férfiaknál mi, de nem olyan nagy a különbség, tehát érdekes meccs lesz, nem lesz egyszerű a fiúknak se. Az lenne a legfontosabb, még ennél is fontosabb, hogy jól összerázódjon a csapat, az olimpiára készüljünk föl, és hát ott aztán minél jobb eredményt érjünk el. You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign, loving kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind. If you can't mindig csodálattal figyeltem azokat az embereket, mint például Polgár Judit, vagy Portis, vagy bárki más, aki szenzációs képességeket, tudással rendelkezik, és hihetetlen csatákat tudtak vívni a sakktáblákon, úgyhogy ebből mindig tanulunk. Mi az, amit adhat a sakk az embernek, illetve mi az, amit fel lehet használni a hétköznapi életben ebből? Hát nézd, egyrészt minden sport ugye versenyről is szól, tehát vannak ellenfelek. Az ellenfél szemben ül egy asztalnál, a sakktábla másik oldalán, sötéttel vagy világossal játszik, attól függ. Egy biztos, hogy az ellenfelek mindig értünk vannak. Tehát a gondolkodásunkat, tudjuk a játéknak a szabályait, a kereteket, meddig mehetünk el, és azon belül ki lesz az ügyesebb, ki lesz az okosabb, ki tud előrébb látni, ki tud ügyesebb lépésekkel kombinálni, ki tud egyfajta hatékonyabb stratégiát végigvinni. Tehát az élet is erről szól, a sakktábla kicsiben az élet, hiszen ott is vannak ellenfelek, ott is jönnek váratlan támadások, mindig segítenek minket az ilyen helyzetek a saját gyengeségeink megismerésében, és nyilván ezen keresztül jobbá válhatunk. Amikor már olyan 16-17 éves voltam, akkor gondoltam, hogy sakkból talán elérhetek valamit, de nem voltam benne biztos, tehát nagyon sok munka kell hozzá. Az ember azt gondolná, hogy ez egy játék. Valóban játék, vagy mikor kezd tudatos játékká válni? Hát igen, hát mindig mondják ezt a sablon szöveget, hogy játék, tudomány, sport, stb. Most már nem játék. Most már egy komoly sport, hát az komputer megjelenésével ez teljesen megváltozott. Tehát egy tudományos kutatás valahol, és utána jön még. Tehát nem elég, hogy kutat valaki valamit, azt alkalmaznia is kell. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Most megváltozott a sak.
azt hiszik, hogy mi csendesek vagyunk, de hát éppen ellenkezőleg, mert kitárulkozunk abban a pillanatban, amikor szóhoz jutunk. Tehát mivel a saktábla mellett ugye csöndben kell maradnunk. Azért beszélek nagyon szívesen, nagyon sokat magával is. Most el vagy a Csiborral egy felesető? Igen, igen. Nem ott történt az, hogy Lina Recekerző volt. Igen, azt hiszem azóta egyetlen karterit megnyert, és természetesen nem nyerni akartam lenne virágossal. Te mondom, ő napot, karterit kapott egy csokor virágot, én meg nem kaptam. Azóta nem is tízek virágot nőnapra senkinek. Nem akartam azt mondani, hogy feleségem meg se, de hát mondjuk. Egyébként előnyben vagytok, hogyha játszatok a férfiakkal szemben, azért ezt tudni kell. Egy egyszerre több eseményünk van, tehát most Debrecen mellett játsszák lent a ifjúsági csapatbajnokságot, ahol több mint 500 játékos ott van körülbelül, miközben mi itt vagyunk fönn Budapesten, és szintén az is egy sakkszövetségi rendezvény volt. Múlt héten fejeződött be Zalakaroson a magyar férfinői bajnokság. Úgyhogy most nagyon sok eseményünk van, és hát eközben kellett megszervezni azt is, hogy élőben lehessen látni, meg meggyőzni a nagymestereinket, hogy ők is jöjjenek el, és ők is beszéljenek, és hogy tegyük egy picit látványsportággá is a sakkot amellett, hogy csak ott ülünk a táblánál, ez másoknak nem annyira érdekes, de aki szereti a sakkot, és látja, hogy milyen mélységek történnek a sakktáblán, ő nekik ez egy nagyon nagy élmény így. Azt lehet mondani, hogy óvodás bajnokság is már elindult. Tehát van, aki óvodás korban elkezd játszani, a legfiatalabb nagymester az 12 évesen lett nagymester, hát ami egy hihetetlen kor, és szinte már ő 12 évesen itt játszhatna, és játszanak 80-90 éves korban is. Tehát ez szinte az a sportág, ahol például a világranglistán, ezt nemrég néztük meg, hogy 15 éves volt a legfiatalabb, aki az első 100 játékosban volt, és 50 év fölötti volt, aki még mindig ott volt az első 100-ban. Hát ez más sportágban egyszerűen ilyennek esélye nincsen. Tehát ez gyerekkortól késői korig bármikor lehet játszani, és versenyszinten is, hobbi szinten is. Judit és Zsófi fantasztikus nagy munkát végeztek. Judit főleg a sok gondolkodás ismertette meg velem, és arról beszélgettünk, hogy egy sakkozónak mi jár a fejébe készülés közben, a parti közben, hogy él meg bizonyos dolgokat, illetve konkrétan ez a bizonyos Anand játszma, amit én megírtam, hogy ez valójában hogy zajlott. Polgár Zsófi a sakrejtvényeket készítette az én instrukcióim alapján, és én néha tényleg azt hittem, hogy lehetetlen feladatot adok neki, mert nagyon pontosan meghatároztam, hogy mit akarok. Tehát volt olyan, hogy azt mondtam neki, hogy egy olyan négy lépéses mat feladványt szeretnék kérni, ahol világos úgy ad matot, hogy az A, B, D és F vonalra lép. Utánpótlás nélkül nincsen magyar sport, de az élsport nélkül meg nincsen jelenlegi magyar saksport. Tehát ezért nagyon fontos ennek a megfelelő összhangnak a megtalálása.
azt gondolom, hogy egy nagyon jó mintapélda ennek a Polgár Juditék szerepe a sakutánpótlásban. Azt gondolom, hogy valahogy így kell ezt elképzelni. Az egyes úgy megtartva szerintem ez egy eredményes 21. századi fejlődés lehet a magyar saknak. Hát mint minden elnöknek a feladata, hogy a szükséges anyagi forrásokat biztosítsa, de hál' Istennek van egy nagyon jó partnerem ebben az a magyar kormány, hiszen ugye tudjuk, hogy 2013-ban 300 millió forintnyi támogatásban részesítette a Magyar Sakszövetséget. Aki ismeri a mi költségvetésünket, az tudja, hogy mit jelent ez az összeg. Abba bízom, hogy ez nem csak egy egyszerű alkalom volt, azért küzdünk, hogy tovább is jöjjön ez a támogatás. Ennek az első lépése, hogy jól költsük el ezt a pénzt, szerintem sikerülni fog. Hál' Istennek csak olyan csaták vannak a lengyelek és a magyarok közt. Ezer év alatt ez az egyik legfontosabb intellektuális sakcsata. Ez nagyon, nagyon tiszteljük. Megtisztelő, hogy magyarokkal tudnak a lengyelek találkozni, mert mindenki tud, hogy mennyire erős a magyar csapat. Nem csak most, már történelmileg is fontos és erős. Úgyhogy szerintem lengyeleknek, és beszéltem itt a sportolókkal is, hogy mennyire értékelik ezt a pillanatot, hogy tudnak itt a magyarokkal felkészülni erre az eseményekre. Amennyire tudom, kb. 10 éve nem volt olyan esemény, mint a két csapat számára szerintem elég fontos. Úgy néz ki, hogy magyaroknak, lengyelek is elég komoly partnereknek bizonyulnak, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ki fogjuk használni ezt az alkalmat, hogy mind a két csapat igazán jól felkészüljön erre az eseményekre. Mindig irigylem, mert nagyon gyenge vagyok, nagyon intellektuális, nagyon sportos, egy kicsit más, mint a többi, és mutatja, hogy mennyire széles fogalom maga a sport. Lehet futni, de lehet sakkozni. Én imádom, és irigylem mindenkinek, aki jól tud csinálni, mert szerintem ez, ha lehet úgy mondani, nem akarom semmiképp értékelni, de a sportnak a legmagasabb szintje az sakk. A játékommal, de ez általában mondjuk így van, tehát van bennem egy ilyen alapösztön, úgymond, ami általában jól működik. Ha kedvem van játszani, ha nincs, ha fel vagyok készülve, ha nem, tehát jól ment a játék, jól is játszottam, tehát senki nem mondhatja azt, hogy így vagy úgy, vagy azé, vagy amazé. Az eredmény se lett rossz, de mondom, sokkal több volt benne. Tehát egyet sajnálok, ugye én szerettem volna, hogyha ez az egész nem megy élő pontszámba, mert akkor most nem lennék ennyire mérges emiatt. Sajnos ez az utolsó parti 10 élő elszállt. A csapattal mennyire vagy elégedett? Hát a csapat hasonló, tehát a lengyeleknek iszonyatos sok szerencséje volt, tehát el nem tudom mondani, tehát ugye ott csak az egyes játékosokat hozzam fel, hát csinált két plusz, két mínusz helyet, tehát ez 20 élő különbség, tehát 6-ból csinált 4-et, a 2 helyet, annyi volt benne neki, maximum, de és nem ő az egyetlen, tehát most sorolhatnám az összes többit, de azt hiszem, hogy egy ponttal nyertünk a végén, tehát jó, ez a csapat sokkal többre képes, de azért vannak pont az ilyen felkészülési meccsek, hogy lássuk kinek mi a gyengéje, mibe kell fejlődni. Meg hát ugye fejben hogy állunk, tehát az is fontos, hozzáállás, stb. Úgyhogy ez erre a meccs, ez jó volt. Nem az a játékos vagyok itt, aki nagyon elégedett lehet a játékával. Az első fele az úgy elég normálisan ment, nagyobb elnézések nélkül. 3 döntetlennel kezdtem, de aztán a második felében kicsit elfáradtam, valahogy nem vagyok játékban.
és a megnyitások se sikerültek annyira jól, de elnézések is voltak, akkor vesztettem két játszmát, de így az utolsóban jó volt, hogy győzelemmel tudtam zárni egy elég jó játékban. Lengyelektől erre számítottam, magamtól nyilván nem erre, ami lett. Hát a lengyelek, ők ilyen nagyon lelkes játékosok mind, és annyira szerintem a tudásuk nem nagy, de veszélyesek mind, és mindnek nagy készülése van, meg hát máshogy játszanak, mint más európai országok. Ők ilyen speciális stílus. Én egyébként úgy gondoltam, hogy ez nekünk feküdni fog, mert mi meg olyanok vagyunk, akik ilyen nagyon stabil, és az ilyen agresszív lengyel játékosokat vissza szoktuk tudni verni, és mármint, hogy megfordítani minden állásból a partikat, de ennek ellenére valahogy nagyon jó, megnyertük végül egy ponttal a meccset összességében, azt hiszem, de ez tényleg ennél csak jobb lehetett volna. Egyéniben mennyiben vagy elégedett magaddal? Hát nem vagyok elégedett magammal. Nagyon sok pontot benne hagytam az állásokba, ki sikerült hozni sokszor a nyert, vagy sokkal jobb állást, és akkor jöttek egyszerűen ezek a elnézések, amiket nem tudok hova tenni, és volt, amit el is vesztettem, meg eldöntetlenre rontottam, úgyhogy magammal most nagyon nem vagyok elégedett, viszont örülök, hogy ezeket a hibákat most sütöttem el, és majdnem a fontos versenyeken. Nagyon nagy lehetőség nekünk, mert kevés a női verseny, ahol lehet játszani, fejlődni, és ilyen erősségű, tehát még majdnem, hogy az olimpián sem lesznek ilyen erős ellenfelek folyamatosan, tehát ez csak az első 3-4 csapatban vannak ilyen erős játékosok, tehát nekünk ez mindenképp nagyon jó lehetőség volt. Az olimpia, mindig az ember automatikusan fölteszi a kérdést, mit vár tőle? Hát én nem tudom, hogy ettől az olimpiától mit lehet várni, mert most nem olyan régen kezdtük komolyabban készülni. Hát igaziból a magyar csapat mindig esélyes volt, hogy a hatban benne legyen. Tehát erre mindenképp van esély. Az, hogy éremre van esély, az hát az majd a versenyen úgyis kiderül, de az inkább talán pár év múlva, hogyha így ilyen jó feltételeket tudunk készülni tovább, akkor mindenképpen lesz rá esély. They can't see us so no. Forget the time, feeling petrified when they live below. If you can't wake up in the morning, 'cause you're big. Mert nagyon szoros, érdekes meccs volt. A lányoknál ugye az élő pont alapján a lengyelek voltak az esélyesek, fiúknál mi. Ez végül is mind a két vonalon ki is jött, de hogy közben ez hogy alakult, meg mennyi izgalom volt, ez csak azt tudja, aki végigérte itt ezt a 6 napot. Egyáltalán nem volt tiszta az, hogy a fiúk megnyerik mondjuk a meccset. Nagyon szoros volt a lengyelek. Hát fiatalok, nagyon-nagyon nagy, van 16 éves is a csapatukban, az azért felnőtt válogatottakra nem jellemző, és nagyon jól játszanak, tehát nagyon kevésen múlott itt a végén. Ugye a Ricsinek, Juditnak két nagyon nehéz állás, nem rosszul áll, tehát nem úgy értem a nehezet, csak nehezen nyerthetőt kellett ahhoz megnyerni, hogy végül is teljesen egyértelmű legyen a férfiaknál a siker. Hát a lányoknál tudtuk, hogy ott túl nagy még a erőkülönbség a két csapat között. Szerintem tisztességesen helytáltak egyébként a lányok is.
A játékosokkal beszélgetve mi a vélemény? Jók ezek a felkészülési mérkőzések, vagy szükség van erre, tehát még akár több is lehetne ilyen időszakokban? Hát én úgy gondolom, hogy igen, mert végül is ugye sok az egy egyéni sportág, de amikor hat ember ül egymás mellett, akkor nézni kell a másik tábláját is egy picit. Ugye ilyen nüanszok fordulnak elő mondjuk egy olimpián is, hogyha én látom, hogy egy kicsit rosszabbul áll a mellettem ülő, én nekem egy nagyon kis előnyöm van, akkor fokozottabban kell megpróbálnom ugye a győzelmet elérni, mert a másikat is mindig szem előtt kell tartani, hát a csapat. Tehát összeadják ugyanaz egyéni eredményeket, de csapatban játszani az más. És főleg itt a Rapotici még nem játszott válogatottba. Tehát az furcsa lett volna, hogyha ő egy olimpián úgy mutatkozik be, hogy néz jobbra-balra, hogy most kik is a csapattársak, most egy kicsit persze túlzok, de ilyen szempontból is ez nagyon fontos volt. Hogy megszokja azt, hogy itt csapat játszik együtt, figyelni kell a többiekre. Szerintem ennek teljesen jól megfelelt ez a meccs. Lengyel-magyar ideje alatt lesz egy 4 napos rendezvény a Western City Centerben, június 10-e és 13-a között. Ez egy egész napos rendezvény, tehát reggel 10 órától egészen este 6 óráig várjuk ott a vendégeket. Az ötlet az onnan jött, hogy szeretnénk, hogyha a sakk az láthatóvá válna, szeretnék láthatóvá tenni a sakkot, és arra gondoltunk, hogy egy nagyon forgalmas bevásárlóközpontba elvisszük. Érdekes programokat szerveztünk oda, hogy minden érdeklődő, aki arra jár, illetve aki el szeretne jönni, az megtekintse és részt is vehessen ezeken a programokon. Magát a sakkot szeretnénk népszerűsíteni, tehát közelebb vinni az emberekhez. Ha szeretnek valahova elmenni sakkozni ezután, akkor nyitottabbá váljanak, és legyen kedvük, és keressék a lehetőséget, és keressék ezt a 64 mezős sakktáblát. Kimondottan az volt a terve és a vágya, hogy ez egy olyan könyv legyen, ami a sakkot úgy népszerűsíti, hogy közben nem direkt a sakkról szól. Tehát, hogy azokat, akik mondjuk érdeklődnek a sakk iránt, de egy komoly sakkönyvtől megijednének, azokat nehogy elrettentse. Tehát, hogy ennek úgy kellett egy nagyon izgalmas kalandregénynek lennie, hogy közben nagyon finoman és apránként vonja be az olvasókat a sakk világába, és aki szeretne elmélyülni, annak lehetősége legyen, míg aki úgy dönt, hogy ő inkább csak a kalandokat olvassa, az is élvezhesse. Tehát ez nekem íróként volt egy nagyon nagy kihívás. Hogy egy bácsival, vagy egy nénivel itt játszom. Sok van olyan, hogy ketten játszol, vagy csak egyedül, és az ellenfél győz, vagy a másik, és akkor így enni. Mi a jó a sakkban? Abban, hogy le lehet győzni mást. DJ said on the radio, life should be stereo.
erre jártunk, és megláttuk, hogy van erre lehetőség, és olyan régen játszottunk már, hogy mi gondoltuk, hogy most megragadjuk az alkalmat. Mi a jó a sakkban? Kreatív, gondolkoztató, és remek időtöltés, mert azért el van vele az ember egy ideig. Általános iskolában tanultam meg, volt egy ilyen sakkszakkör, és akkor azt nagyon szerettem, és otthon is szoktunk néha játszani. És ismerkedési alap is lehet, viszont én nem feltétlenül erre alapoznék egy kapcsolatot. Mindenre jó. Szórakozás, kikapcsolódás, program, versenyek. Versenyekre menni jó, úgyhogy... Mutatta meg nekem a sakkot. És mi a jó ebben? Hogy sokat lehet tanulni. A játék és a következetesség, az, hogy előre gondolkodnak a gyerekek, és megtanulnak logikusan gondolkodni. Azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont. Mennyire időszerű az, hogy a gyerekek viszonylag korán megismerkedjenek a sakkal? Fú, ezt én nem tudom. Én szerintem minél előbb, annál jobb. Hát, hiszen az élet is igazából egy sakkjátszma, hogyha végig gondoljuk, hogy melyik lépés, melyik döntés mit fog okozni, okozott. Tehát igen, az élet következetes játék, azt gondolom. Mit szólsz, hogy 23-an csak arra készülnek, hogy téged legyőzzenek? Állok elébe. 4,5 éves koromban elkezded az édesapám engem tanítani erre a nagyszerű sportra, és folyamatosan már 5 éves korom óta versenyeztem, és valahogy természetesen jött ez a dolog, és egy idő után már tehát sokat tanultam, edzettem, és akkor... Már nem is vettem észre, és már az életem részévé vált. Szeretnénk népszerűsíteni a sakkozást, szeretnénk azt, hogyha minél több gyerek és felnőtt sakkozna.
ugye az embernek a memóriát, logikát javítja, az nem árt meg az egészségnek. Úgyhogy tehát én azt gondolom, hogy ez minden ember szükség egy picit arra, hogy logikusan gondolkozzon, kreatív legyen, ötletes legyen, a való életbe a sakkot tudja hasznosítani mindenképp. Ha megnézzük azokat a családokat, akik leülnek ide az asztalhoz, hány százalékban van közük a sakkhoz? Én mindenképp úgy gondolom, hogy a család egyik tagja mindenképp vagy sakkozott már valamikor, vagy most sakkozik, vagy valamilyen szinten közödik a sakkozáshoz. Tehát vagy gyerekkorában sakkozott, vagy felnőttként a fiát oktatja sakra, és eljáratja sakszakkörökre, vagy iskolákba, óvodákba sakkoztatja a gyerekét azért, hogy gondolja, hogy nem árt meg, hogyha felnőtt korára valamilyen logikai gondolkodása legyen, memória javuljon, tanulmányedmény javuljak, és itt fegyelmezettebb emberé válik talán. Az, hogy ha valaki a logikai sporttal megismerkedik, akkor önmagában matematikában, logikában olyan plusz információt, plusz tudást szerez, amit azt gondolom, hogy csak ennek a sportnak az elsajátításával tud megszerezni. Tehát ennek nem csak sportélményt ad, hanem a tanulásba, a társadalom beilleszkedésbe is segít ez a sport. Hát azért vagyunk, hogy minél többen legyünk, és többen sajátítsák el gyerekeink is. Ezért fontos, amit el is mondott, hogy a NAD-ba való bekerülés az egy nagyon fontos mérföldkő a magyar sak életében. If your last hurt, tired and lonely, can't control it, try as you might, may your